Petkupa a Tisza védelméért közel 50 önkéntes dolgozik február 22-től 25-ig azon a 3 hektáros területen, amelyet a folyó által lehordott PET palackok borítottak be. New Way, az angol nyelvoktatás megújítása a Nyíregyházi Egyetemmel címmel indult új pályázati program a Megyeszékhely Felsőoktatási Intézményében. Rendészeti verseny, 10 középiskola csapata mérte össze elméleti és gyakorlati tudását Nagykállóban. Közel 50 önkéntes dolgozik február 22-től 25-ig azon a Tisza melletti 3 hektáros területen, amelyet a folyó által lehordott PET palackok borítottak be. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Tiszán főleg Ukrajnából és Romániából érkezik a szemét, amelynek a fele újrahasznosítható. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságnak az esetek 40%-ában ezért kell vízminőségi vészhelyzetet elrendelni. A Petkupa önkéntesei nem csupán most segítenek a folyó és az árterület megtisztításában, hanem minden nyáron egy többnapos verseny keretében saját készítésű PET hajókkal segítkeznek a környezetszennyező anyagok gyűjtésében, és hívják fel a figyelmet a Tisza védelmére. A Tisza-Szalka területén található ártér az egyik legszennyezettebb szakasza a Tiszának. Ezért egy összefogásnak köszönhetően február 22 és 25-e között terepbejárás, monitoringozás és takarítás zajlik ezen a területen. Több mint 15 éve, tehát olyan 2003-2004 óta mindig itt a Felső-Tiszán a legnagyobb probléma a PET palackszennyezés, hiszen általában, amikor a Felső-Tiszai Vízügyi Igazgatóságnak vízminőségi veszélyhelyzetet kell elrendelnie, az közel 40%-ban ezért van, tehát mert nagyon sok, egy-egy árhullámmal nagyon-nagyon sok PET palack érkezik. Az árhullámokkal ide sodródó szemét nagy része Ukrajnából és Romániából érkezik, de a takarítás során magyar feliratú hulladékot is gyakran találnak. Mi most kifejezetten a műanyag palackokra hajtunk rá. Ez az egész vállalkozás és demonstráció azért jött létre, hogy a fölsőbb helyekről idehordott műanyag palackokat, aminek legnagyobb része ez a polietilén palack, ezt összeszedjük azért, hogy szebb legyen, tisztább legyen. A Petkupa csapata az elmúlt 6 évben 180 súlyosan szennyezett területet derített fel, ebből 27-et teljesen megtisztítottak, és 47 hulladékhajót sikerült megépíteniük. A Petkupának évről évre több ága van, ugye egyre több mindenbe kezdünk bele, most már 6.-7. éve dolgozunk ezen a problémán, és ezen a hétvégén monitorozást is fogunk csinálni, tehát pár kollega motorcsónakkal vízen, illetve szárazföldön bejárja a nyári versenynek az útvonalát, azt a 70-80 kilométert, és GPS-es pontokat vesznek föl, hogy hol vannak a legszennyezettebb helyek. Tehát az idei versenyzők, azok egy applikáción keresztül megnézhetik, hogy hol vannak ezek a PET bányák, és ott tudják a legtöbb hulladékot megszedni az ártérben. Eddig közel 20 tonna szemetet szedtek össze, idén ezt a mennyiséget körülbelül 4 tonnával tovább növelik majd. Amit itt kiveszünk, az egy tört része annak, ami felhalmozódott az ártérben. Így is van, sokkal több hulladék van, mint amennyit most ezen az akción el tudunk távolítani, viszont elkezdtünk valamit, és nem hagyjuk, hogy tovább halmozódjon. És azt gondolom, hogy a figyelemfelhívásnak pedig az a következménye, hogy a felvízi részeken pedig elgondolkoznak, hogy talán nem jó, hogyha elengedik ezt a sok hulladékot. A projektet a Földművelésügyi Minisztérium és az Országos Vízügyi Főigazgatóság is támogatja közel 2,5 millió forinttal, amelyből finanszírozni tudják az önkéntesek és az itt dolgozók utazását, szállását, az eszközök beszerzését és a hulladékanalízist is. New Way, az angol nyelvoktatás megújítása a Nyíregyházi Egyetemen címmel indult új pályázati program a Megyeszékhely Felsőoktatási Intézményében. A 330 millió forintból megvalósuló projekt célja, hogy többek között a tanórai nyelvoktatást kiegészítő lehetőségek bővítésével, a pedagógusok képzésével, hatékony élménypedagógiai módszerek terjesztésével segítsék a használható nyelvtudás megszerzését. 4 nyíregyházi és 6 megyebeli iskolában 22 tanár és 1650 diák bevonásával összesen 3840 órában folyik majd a Nyíregyházi Egyetem New Way című új programja.
A 330 millió forintból megvalósuló projekt célja, hogy pedagógusok képzésével, a tanórán kívüli egyéni tanulási lehetőségek biztosításával a középiskolás tanulók megtapasztalják a nyelvtanulás élményét és használható nyelvtudást szerezzenek. Ezt egy nagyobb kontextusban kell elképzelni. Az órák tartását egy több hónapos, 8 hónapos felkészülési szakasz előzi meg, amikor a tanárok módszertanilag egy picit felfrissülve előkészülnek ezekre a speciális órákra. Ezek iskolán kívüli foglalkozások, tehát azt jelenti, hogy délután tartják őket a kollégák. 2020-tól a felsőoktatási képzést csak azok kezdhetik meg, akik rendelkeznek középfokú nyelvvizsgával. A tanórai oktatást kiegészítő foglalkozások célja az is, hogy a középiskolai évek végére minél több diák rendelkezzen középfokú nyelvvizsgával, vagy tehessen azzal egyenértékű, sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségét. Iskolánként 4-4 csoportot alkotnak majd, ideális esetben, de ezt rugalmasan fogják kezelni, A1, A2, B1, B2 szintű csoportokat. Ez azt jelenti, hogy lesznek felzárkóztató csoportok, és lesznek tehetséggondozó csoportok. A projekt célja az, hogy a középszintű nyelvvizsgára készítse a diákokat, illetve az emelt szintű érettségire. A program részeként a pedagógusok a szinteknek megfelelően új segédanyagokat is összeállítanak. A diákoknak pedig lehetőségük lesz próbanyelvvizsgát tenniük, illetve 2 turnusban összesen 80 diák angliai tanulmányi úton is részt vehet. Az oktatásban a Nyíregyházi Egyetem hallgatói is bekapcsolódnak, amellyel a tanulók nyelvi képességeinek fejlesztése mellett a felsőoktatás és a közoktatás kapcsolatát is erősíteni kívánják. 10 középiskola csapata mérte össze elméleti és gyakorlati tudását a Nagykálóban megrendezett rendészeti versenyen. A megyei rendőrfőkapitányság és a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal szakgimnázium által szervezett verseny célja a rendészeti pályaorientáció és a tehetségek kiválasztása. Kedves uraim, feladat a következő. Az önök mögött látható próbóba át kell felöltöztetniük. Törzsőrmesteri rendfokozatú 10 M-mintájú nyári gyakorlóruházatba. Elsőre nem is tűnik nehéznek az utasítás, de ennek a feladatnak a végrehajtásához mindenféleképpen rendelkezni kell, legalább alapfokú rendészeti ismeretekkel. Nagykálóban második alkalommal szervezték meg a megyei rendészeti csapatversenyt. A rendezvény célja a rendészeti pályaorientáció, a tehetségek kiválasztása, a csapatszellem és az összetartozás érzésének erősítése. A versenyző diákoknak hasonlóan a fegyveres szerveknél előírt felvételi eljárás során teljesítendő feladatokat kell időre végrehajtani. Elsősorban ugye a belügyi rendészeti szervekhez tartozásként mind a rendőrség, a katasztrófa védelem, illetve a büntetés végrehajtásról kell, hogy beszéljünk. Ennek megfelelően ilyen speciális szakmai feladatok végrehajtására kerül sor. Emellett a rendőrségi feladatokban nyilván lövészet, amely légpuskalövészetben realizálódik, de ezen túl nagy lehetőséget biztosít az is, hogy egyfajta képen akár a Miskolci szakgimnáziumba történő felvételit is megkönnyítsük, vagy barátkozzanak a jelentkezők ezzel a rendszerrel, hiszen a fizikai állóképesség felmérésére hivatott gyakorlatok végrehajtásában, illetve speciálisan erre a célra kialakított akadálypálya végrehajtásával ismerkedhetnek meg, illetve mérhetik össze tudásukat a versenyzők. A rendőrség és a katasztrófavédelem mellett a büntetés végrehajtási intézet is képviseltette magát a rendezvényen. Egy börtöncella hiteles másolatát építették meg, ahol a diákoknak zárkarendet kellett kialakítaniuk, illetve tiltott tárgyak megtalálása volt a feladatuk, természetesen időre. A Budai Nagy Antal szakgimnáziumban 10 éve van rendészeti képzés, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig összesen 360 diák tanul valamilyen rendészeti szakákban. Ezt már Rostás János főigazgató mondta, aki kiemelte, hogy a tanulók 30%-a folytatja rendvédelmi pályán tanulmányait a szakiskola elvégzése után. A főiskolákon, egyetemeken, tehát nem, konkrétan nem arra kell gondolni, hogy az itt végzett tanulóink azok egyből tovább tudnak menni a rendvédelmi egyetemre. Nagyon sok lehetőségük van, vagy nagyon sok tanulónk is sikerül első körben, de én azt gondolom, hogy ez az a terület, ahol be kell járni azt a szamárlétrát, ahol meg kell tapasztalni sok mindent a tanulóinknak. Konkrétan mondom, 18 éves gyereket nem lehet a büntetés végrehajtás közelébe engedni, mert még pszichésen nincs kész, nincs felkészülve arra, hogy azzal az embercsoporttal úgy bánjon, ahogy egyébként azzal bánnia kell. Ehhez nem csak fizikálisan, hanem szellemiekben is sokat kell érni a tanulóinknak.
de biztos vagyok benne, hogy azok az alapismeretek, amelyeket itt 18 éves korukig megkapnak, aztán a továbbiakban ezt tudják erősíteni, alkalmassá teszik őket arra, hogy előbb-utóbb a megye börtöneiben, amelyből, ha jól tudom, most is épül kettő, munkát tudnak találni, illetve munkát tudnak végezni. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum jóvoltából a fizikai feladatokban elfáradt versenyzők tartalmas ebéddel regenerálódtak, és ajándékokkal térhettek haza. Három megyéből 12 csapat vett részt a 12. Magyar Ifjúsági Robotkupán. A versenynek idén a Nyíregyházi Egyetem adott otthont, ahol 19 robot mérhette össze tudását és ügyességét. A legjobbak az Európa-bajnokságon indulhatnak, és képviselhetik Magyarországot a világversenyen Kanadában. A mesterséges intelligencia, az automatizáció és a robotok elterjedése jelentősen átalakítja világunkat és mindennapi életünket. A Nyíregyházi Egyetemen most egyenlőre csak a focipályán versengtek a mesterséges intelligenciával felruházott robotok. Két csapat robotfocisai küzdöttek a pályán a győzelemért a 12. Magyar Ifjúsági Robotkupán. Tamás már két éve a Nyíregyházi Moszat Robotika csapattagja. Színházi műsorra készültek a versenyre, amelynek forgatókönyve rendkívül meghatóra sikerült. Az lesz a történet, hogy lesz egy pingvin család, apa, anya és egy kisfiú, és a kisfiú kergeti a halat, mert hogy éhes, és az apa meg az anya valamint veszekednek, és a kis pingvin elkezdi kergetni a halat, és így beleesik a folyóba, nem tud még, mert kicsi úszni, és ezért kiabál az anyukájának, meg az apukájának is megtalálják, és szólnak, hogy ne menjen egyedül a víz közelébe, mert nem tud úszni. Egy nemzetközi szabályrendszer szerint folyt a nyíregyházi robotok versenye. Ezeket a szabályokat azért is fontos betartani mindenkinek, mert csak azok utazhatnak az Európa bajnoki és világbajnoki döntőkre, akik a nemzetközi RoboCup szabályai szerint kerülnek be az élmezőnybe. A 12. Magyar Ifjúsági Robotkupa nyíregyházi fordulójára összesen 12 csapat érkezett. Három ligában indulnak, ugye a fociban, a színházligában és a Co-Space társtér menekítő ligában. A csapatok érkeztek Budapestről, Esztáról, Hajdú megyéből, aztán Kisvárdáról és Nyíregyházáról összesen. Akik a mai napon bajnoki címet szereztek, a három ligában két világversenyen is részt vehetnek. Az egyiket Olaszországban rendezik május végén, a másikat pedig Kanadában. A Kisvárda csapata nagy tervekkel érkezett a versenyre, sokat dolgoztak a robotokon, és bíznak benne, hogy kijutnak a világversenyekre. Mi most egy ilyen előadást készítettünk. Az előadás arról szól, hogy egy ilyen 60-as évekbeli bárt próbálunk jellemezni, közvetíteni, és lesz egy robotunk, ami ott látható, ami azt takarja, hogy ki tudja majd egy adott szenzorok érzékelik, hogyha közelében van, és megszólalunk, akkor kijönt nekünk, tehát kikérdezi, felismeri a hangunkat, azáltal is kijönt nekünk egy adott vizet. A versenyről senki nem térhet haza üres kézzel, az ajándékok mellett serleget és pénzdíjat is kaptak a legjobbak. A HEP kupában szerzett ezüstérem után a hétvégén ismét bajnoki meccset játszik a Nyíregyháza Blue Sharks, az NB1B piros csoportjában jelenleg harmadik helyen álló együttes a 19. fordulóban, szombaton a 9. helyezett MTK Török Bálint otthonában lép pályára. A vasárnap szerzett HEP kupa ezüstérmet követően a hétfő még a pihenésé volt, igaz, a csapatból többen is pályára léptek az egyetemi bajnokságban, kettőről aztán ismét a munkáé lett a főszerep a cápáknál. A bajnokság alapszakaszában még 8 meccs vár a nyíregyháziakra, aztán következik a rájátszás. Ez az az időszak, amikor a legjobb formáját kell elérnie egy komoly célokért harcoló együttesnek. Ahhoz, hogy tudjunk előrelépni, ezeket a mérkőzéseket, amik következnek az alapszakaszban, meg kell nyernünk, és föl kell rá készülni, és hozni kell. Ugye most itt láthattuk, hogy a csapat körüli megszólalásokban, írásokban gyakran beszélünk arról, vagy beszélnek arról, hogy majd a döntőben vissza tudunk vágni az oroszlánynak, csak közben mindenki azt felejti el, hogy nem vagyunk a döntőben. Oda kell jutni, ki kell harcolni,
ahová nagyon nehéz lesz eljutni, úgyhogy szépen vissza kell szállni a földre, és el kell kezdenünk a felkészülést, és szépen kaparni kell új taktikai elemeket megtanulni, hogy tudjunk meglepetéseket okozni az ellenfeleknek, és jussunk el oda, ahová végül is szeretnénk. Bár a játékosok a HEP kupa döntő után még nem tudtak örülni a második helynek, az idő haladtával azért egyre fényesebben csillog az ezüstérem. Mindenki csalódott volt valamennyire, hisz csak vereséggel zártunk a döntőbe, de úgy érzem, hogy nagyon fiatalok vagyunk a csapattal, és egy ilyen eredményt elérni, ez egy nagyon szép munka volt, meg tényleg csapatjátékkal értük ezt el. Úgyhogy nem kell lógatnunk a fejünket, ezt Ernő és Jani is mondta, menni kell tovább. A további szezonra pedig ez egy hatalmas lendületet adhat nekünk. A cápák legközelebb annak az MTK Török Bálintnak az otthonában lépnek pályára, amelynek kispadjára nemrég ült le a korábban Nyíregyházán is kosarazó Bódi Ferenc. A szombati házigazda több csapat társaságában küzd a rájátszásba kerülésért. Az eddigiekben nem is nagyon játszottak kontrollált játékot, és aki kosárlabdázott, az tudja, hogy nagyon nehéz felkészülni olyan ellenfél ellen, amikor nem igazán várod, hogy mi fog következni a következő lépésben. Ha valaki taktikailag felkészült, őt nagyjából ki tudott számítani, hogy mi lehet a következő lépése, egy ilyen ellenfélnek nem. Éppen ezért nekünk mindenképpen erősen kell védekeznünk, mindenképpen meg kell állítanunk az ő betöréseit, befutásait, szabadjátékaikból kialakított helyzeteket, és a mi akaratunknak kell, hogy érvényesüljön a mérkőzésen, akkor lehet olyan annak a mérkőzésnek a képe, amilyet mi szeretnénk. Tehát mindenképpen azt várom, hogy egy kemény mérkőzés lesz, ahol az MTK mindent meg akar tenni majd a győzelemért, de hát természetesen mi is azért megyünk, hogy győzzünk, két győztes nem lehet, szeretném, hogyha ezek mi lennénk. A 19. fordulóból két meccset már lejátszottak. A Vasas Akadémia 75-74-re győzött Miskolcon, a PVSK pedig Győrben nyert 82-76-ra. Az MTK Török Bálint Nyíregyháza Blue Sharks találkozó mellett Vásárhelyi Kosársuli Veszprém, Budapesti Honvéd Békés, tehetséges fiatalok Bonyhád és nagykőrös oroszlány mérkőzéseket láthatnak a szurkolók. Minimális célként a bennmaradást, maximális célként a középmezőnyhöz való felzárkózást tűzte ki a Máté Szalkai labdarúgó csapat vezetése. Az új edzővel Máriusz Botánnal készülő, jelenleg a megyei első osztályú tabella 13. helyén álló együttes a hétvégén Rakamazon kezdi a tavaszi szezont. Új edzővel a romániai NB3-as Tasnádtól érkező Máriusz Botánnal kezdte a felkészülést a Máté Szalkai futballcsapat. Az őszi szezonban a vártnál gyengében szereplő együttes heti 3 edzésen igyekezett erőt gyűjteni a tavaszi menetelésre, sőt még egy nyírbátori edzőtábort is beiktatott a felkészülési időszakba. Jelentős változás nem volt a játékos keretben, 4 futballista távozott, 2 pedig csatlakoztak az MMTK-hoz. A csapat trénere bizakodva tekint a tavaszi szezon elé. A fiúkon látom azt az akaratot, hogy húzni szeretnének, csinálni szeretnék. Ők is érzik azt a valamilyen szinten ezt a nyomást, hogy nem pont ott vannak abba a pozícióban a bajnokin, ahol a táblázatban, ahol szeretnék ők is. De viszont mondom, bizakodóan nézek előre. A csapatot úgy látom, hogy nagyon összetartó, fiatal. Most még sikerült egy kicsit erősítsünk ebbe a periódusba két rutinosabb játékossal, jött Simonka Ricsi a debreceni utánpótlási csapattól, második csapattól, NB3-ból, illetve Romániából Tenfli Imre, aki ugyebár itt már sok helyen megfordult, és ő egy rutinosabb, tapasztaltabb játékos. Én bízom benne, hogy egy kiegyensúlyozott csapat van, fiatalok, illetve idősebbek, és akkor optimistán nézünk a jövőre. Az egyesület elnöke elmondta, hogy nem hátrafelé, hanem előre tekintenek, azaz szeretnék, ha a bajnokság végére a csapat felzárkózna a középmezőnyhöz. Én nagyon bízom benne, hogy bár pontszámban azért eléggé le vagyunk maradva a felsőháztól, de azért egy jó középmezőnybe, tehát egy olyan 8. hely reálisan elvárható lenne ettől a csapattól most jelenlegi állapotok között, annak ellenére, hogy ezt ne felejtsük el, hogy úgy vágtunk neki a bajnoki nyitányon,
hogy ez a csapat, pont azért, mert egy Csikó csapat idézőjelbe téve, motiválták, kéne tegyük, ennek a csapatnak a bajnoki tabellának az első felébe, azaz inkább ott a 6-8. Hely valamelyiken kellene, hogy posztoljon. Tehát én még most sem tartom reménytelennek ennek a kitűzött célnak az alsó határának az elérését. A tabellán jelenleg 13. helyen álló Máté Szalka MTK a tavaszi nyitófordulóban vasárnap a 15. rakam az otthonában lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Közel 50 önkéntes dolgozik február 22-től 25-ig azon a Tisza melletti 3 hektáros területen, amelyet a folyó által lehordott PET palackok borítottak be. A folyón főleg Ukrajnából és Romániából érkezik a szemét, amelynek a fele újrahasznosítható. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóságnak az esetek 40%-ában ezért kell vízminőségi vészhelyzetet elrendelni. A PET kupa önkéntesei nem csupán most segítenek a folyó és az árterület megtisztításában, hanem minden nyáron egy többnapos verseny keretében saját készítésű PET hajókkal segítkeznek a környezetszennyező anyagok gyűjtésében, és hívják fel a figyelmet a Tisza védelmére. New Way, az angol nyelvoktatás megújítása a Nyíregyházi Egyetemmel címmel indult új pályázati program a megye Székhely Felsőoktatási Intézményében. A 330 millió forintból megvalósuló projekt célja, hogy többek között a tanúrai nyelvoktatást kiegészítő lehetőségek bővítésével, a pedagógusok képzésével, hatékony élménypedagógiai módszerek terjesztésével segítsék a használható nyelvtudás megszerzését. 10 középiskola csapata mérte össze elméleti és gyakorlati tudását a Nagykálóban megrendezett rendészeti versenyen. A megyei rendőrfőkapitányság és a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Szakgimnázium által szervezett verseny célja a rendészeti pálya orientáció és a tehetségek kiválasztása. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, február 23-án pénteken friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalunk, a TAK krónikát láthatják majd. Tudósításainkat elérik a honlapunkon is, munkatársaim nevében köszönöm egész heti figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos, szeles, hideg időre számíthatunk. A Kárpát-medence fölé északkelet felől száraz, sarkvidéki eredetű levegő áramlik, erős lehűlés kezdődik. Az előttünk álló éjszaka csökken a felhőzet, csapadék már nem valószínű, az északi szél időnként megélénkül. Reggelre általában mínusz 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben alapvetően napos időre számíthatunk, de délután átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Hózápor kis eséllyel előfordulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 0 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap marad a napos idő, majd hétfő estére megvastagszik a felhőzet, és estétől már hó is hullhat. Kedden többfelé számítani kell havazásra. A hét közepén ismét kisüt hosszabb, rövidebb időre a nap, és átmenetileg kevesebb helyen valószínű csapadék. A sok helyütt megerősödő északi, északkeleti széllel egyre hidegebb levegő árasztja el a Kárpát-medencét. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Északánként a havas, szélvédett tájakon mínusz 15 fok alatti, néhol mínusz 20 fok közeli értékeket is mérhetnek. És fagyos nappalokra készülhetünk, helyenként még kora délután is mínusz 5 fok alatt marad a hőmérséklet.